Ez is több, mint 20 kilós. Egyáltalán nem számít ritkaságnak a 20 kilós vagy annál is nagyobb sárga bélű görögdínja a fegyverneki határban. Huber István maga nemesítette több évig a gigadínjét. Ezt a fajta dínjét én nemesítettem ki több mint 25 év alatt. Az átlag súlya 20 kiló felett van. Tegnap vittünk be 30 kiló feletti súlyú dinnyét is. Az idén nagyon kedvezett az időjárás a dinnyének. Ezt a fajta dinnyét az unokámról neveztem el Szonya dinnyének. Hát egészben adtam már el belőle egy pár darabot, de hát ebből egy negyed dinnye is 5-6 kiló. Inkább darabolva lefóliázzuk. A növénynemesítésnek volt egy gyakorlati szempontja is. A gömbölydett formájú dinnyéket nehéz volt pakolni, lévén formájuknál fogva azok össze-vissza gurultak a platón. Így lett az évek alatt egyre hosszúkásabb és egyre kevésbé gördülékeny a zöldség, amelyből eddig 28 kilós a legnagyobb. Nem is tudok szóhoz jutni. Még nem is láttam ekkora dinnyét. Az idei év végre kedvezett a dinnyének, bőven volt eső. Nagyra nőttek, még a fegyverneki határon kívül termesztett dinnyék is. Ilyen csengős hangjának kell lenni a jó dinnyének, ami így pufog, ennek megvan szakadva a közepe. Természetesen a piacokon is zöldelnek a dinnyehalmok. A görög szó nem a zöldség származására, hanem kerekded alakja miatt görgő-gördülő jellegére utalnak. Kétségkívül nyári szezonban az egyik legkedveltebb és legkeresettebb zöldség, és ez így is lesz még egy darabig, hiszen a szezon az első fagyok beálltáig tart. Elég sűrűn vásárolom a dinnyét, nagyon egyrészt ízletes, másrészt vannak jó beltartalmi értékei, meg folyadékpótlásnak is nagyon jó. A szezon 300 forintos kilónkénti árral indult. A termelők szerint lényegesen olcsóbb már nem is lesz. Kivéve a Huber-féle gigadinnyék. Ezek kicsivel drágábbak, mint a hagyományos méretű görögdinnyék. A fegyverneken termelt 20 kilós vagy annál is súlyosabb dinnyék messze földön egyedülállóak, ám meg sem közelítik az idei hazai rekordot. A Békés vármegyei Medgyesbodzáson egy nyugdíjas agrármérnök a fegyverneki termelőhöz hasonlóan saját nemesítésbe fogott évekkel ezelőtt. Ő idén már 60 kilós dinnyét is szüretelt.